virágom. Zöld páncika, könnyű gúnya, virágom, virágom. Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom. De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom. Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom. Kedves gyerekek, tanítványaink, kedves szülők, kollégák, kedves vendégeim! Szeretettel köszöntök mindenkit iskolánk, a Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola vezetése és tanárai nevében a talentumok, vagyis a tehetségek mai délutánján. Külön köszöntöm a körünkben megjelent Behovics Antalné, nyugalmazott, címzetes igazgatóasszonyunkat, Judit Néni, Kocsis Lajosné, nyugalmazott igazgatóhelyettesünket, Éva Néni, Dr. Szente Kálmán nagyközségű polgármesterét, a képviselőtestület nevében megjelent Takácsné Nagy Eszter képviselőasszony, és Dobrovkányi Térbormány képviselőasszony. Szeretettel köszöntöm nyugdíjas pedagógus kollégáinkat, és könnyes a szemem, mert az én tanítóim, tanáraim is itt ülnek körünkben, és ennek nagyon örülök. Szeretettel köszöntök mindenkit, és felkérem Zolcsák István igazgatórat, nyissa meg rendezvényünket. Csókolom a kezüket, szép napot kívánok mindenkinek, szervusztok gyerekek! Itt hallgatva hajnalak a nénit, kolléganőmet, azon gondolkodtam, most mire nyissak. És végül is úgy gondolom, hogy talán aktuális, ha fölidézem egy embernek az általam elképzelt gyerekkorát, talán ebben mindannyian majd egyet fogunk érteni. Volt egy kisgyerek, mai fogalmainkkal úgy jellemezhetnénk, hogy magatartászavaros, öntörvényű, nem minden irányban volt hajlandó a pedagógus magyarázatait követni, középiskolában fizikából megbukott. Ennek ellenére a világ minden táján ismerik, ezt úgy hívják Albert Einstein. Mi sem tudhatjuk, hogy kiket látunk most a színpadon. Én úgy hiszem, hogy amikor a talentumokat, annak korrupcióját megnézzük, jusson eszünkbe, hogy lehet, hogy éppen köztük van a jövő híres embere. Ezen nem megnyitom a mai talentumok délutánját. Köszönöm szépen! Az előbbiekben Sáska Gábor második osztályos tanuló előadásában hallgattuk a Tavaszi szélvizet áraszt című gyönyörű magyar népdalt. Mindannyiunkat megérintett kultúránk szépsége, a gyermek hang gyönyörűsége, az ismétlődő tavasz szépsége. Igen, ismét itt a tavasz, ismét itt immár a hagyományává ifjú talentumok rendezvénye, amelynek ötletadója Marlokné Cserményi Magdolna nyugalmazott igazgatónőnk volt néhány évvel ezelőtt. A tehetség, a talentum, az érték már bennünk van születésünkkor, de csak úgy bontakozhat ki, ha a szülők és a pedagógusok segítik kibontakozását. A tehetség sokféle, a tehetség sokszínű. Mai délutánon szeretnénk ízelítőt adni ebből a sokszínűségből, ebből a hatalmas tavaszi tarka csokorból. Tudjuk, az ember egyedüli példány, nem él belőle több. A tehetség küldetés, amelyet valóra kell váltani. Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek élményekben, lelki feltöltődésben gazdag délután, miközben a Kis Talentumok műsorát tekinthetik meg két részben. Kérem, hogy a műsorszámok alatt ne zavarjuk az előadókat. A két rész között szünetet tartunk. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. A fanfár Pici János, Pap András és tanáruk Zubor Imre produkciója volt. Most pedig következzék az utánpótlás zenekar, akit már a színpadon látunk, magyarországi német dalokat fognak játszani,
hogy, was kommt, wenn ich komm, in the lamprum, polkákat hallunk, játszák, Pici János, Papp András, Benke György, Sarlós Mihály, Szegi Bence, Nilvich Martin, Kátai Miklós és tanárai, Buzás Bálint és Zubor Imre, zenekarvezető, Buzás Bálint. Közben Mundár csolymári dialektusban mond gyermekverset két elsős kislány, Bernát Lili és Mildik Lora, felkészítő tanáruk Sokácné Tallér Mária. Thank you.
zenekarunkat hallották. Most pedig vicces történetek Bundárt solymári dialektusban Kovács Antos Szelina, Korányi Zsófia és Dezsényi Laura harmadik A-osztályos tanulók adják elő. Felkészítő tanáruk Buchmayer Jánosné. A megyei versenyen már nagyon szépen szerepeltek német versmondóink, az előbb hallott Bernák Lili első A-osztályos tanuló bejutott az országos döntőbe is. Gratulálunk neki! Köszönjük a szülők, nagyszülők segítségét mindenben. Köszönjük a csodálatos solymári népviseleti ruhákat. Jó, kemés a szó, minden sennel raus fémben köle. Ját, mi de boa, kódunk, merodunk, miklik cambuan. Fűs, pédek, mi él, a szennyi kódunk, további fes proche, hogy tehát. Di kihetunk, hogy se cvövisó, az ért, a szennyi hausztia, aki me, und de fog, tanul vízko. Írc, hogy él, kancs, jobbi belejt, von színogó híz, von inegó, nohentúj, kancs, semmi dire rejt. Davis Heiss, Friedrich Noah, von Iive Hobze Boltkum, und von Sischlof meine Korni, noch ein Mosi provien so stünnelke, das ist sie nicht weg. Noch ein Hodea Sani Schuhe ausam, kommt vor sich mit die Hause ja Oma, und stüssig durch die Kuchen nächtlichen in Schlossime. Ob es so stübi ergemacht, ob es es doch nicht gegangen. Az élben ti ránkunk, szici sejben, hogy szép tíre stelfi, mint egy súhelyten hang, falszik stélyen. Jó szuge moly, fe fogkunk szó érztó hea, drag szok testeljű, na szépsz tesz jó, fom súhözte. Kaušaj, plecaj.
Következik nyitó táncunk, az első tánc, a második A osztályosok fognak táncolni. Ez az első fellépésük a solymári népviseletben. Nagyon izgulnak és nagyon büszkék. Marsot fognak táncolni. Koreográfus Maninger Miklós, felkészítő tanár Sokácné Tallér Mária. És próza következik az első C osztályosok előadásában. Kepler Boglárka, Osvát Erzsébet, Zsémbe Zsófi ébredése című versét mondja el, majd Holland Donner Krisztina, Kovács Barbara, Ma rossz leszek című költeményét mondja. Végül Kocsis Zsanett, Nógrádi Gábor, Denevér című prózáját mondja el nekünk. Felkészítő tanár Lenke Finé Barog Mónika. Iskolánkból több tanuló is részt vesz Pátyon, holnap megrendezésre kerülő területi vers és prózamondó versenyen. Nekik innen is jó szereplést és sok sikert kívánok! Osváth Erzsébet, Zsember Zsófi ébredése. Hol azok, ním, hol lehet? Megették az egerek? Már mióta keresem, sehol, sehol nem lelem. Ó, te bitang, meg vagy végre, felmászott a hintaszékre, a cipőmre tettem pedig, milyen rosszul viselkedik.
Hát a cipőm hol van? Világgá ment nagy titokban? Vagy csak bujócskázik velem? Nosza, őt is kereshetem. Megvan, megvan, el sem szalad. Itt kuksolni az ágy alatt. Előkerült, de hogyan? Piszkosan és porosan. Jaj, a szoknyám, rakott szoknyám, te is szégyentozol, csak nem. A földön van a helyed? Mondd, ki tette ezt veled? A szél fújt le, vagy ki más? Nem, nem, a szél nem hibás. Még csak be sem surranhatott, úgy bezárták az ablakot. Szép szallagom, milyen gyűrök, ilyet többé el nem tűrök. Miért nem mondta nekem senki, a hajamból vegye le ki? Tűvé tettem szobám, ágyam, amíg mindent megtaláltam. Mit is tegyek, hová legyek, mennyi gondom van veletek? Ti mi hasznák, rendetlenek? Kivasalom szallagom, libeg lobog hajamon. Cipőm ragyog, mosolyog rám, leporolom rakott szoknyam. Ennyi munka, alig győzem, csoda hát, ha zsörtölődöm. Ma rossz leszek, ma rossz leszek, elhatároztam. Senkinek nem köszönök, az osztályban verekedni fogok, egy vonalzót talán még össze is török. Könyvem, füzetem elő nem vettem, ceruzám tollam, a padról földre verem. Pattással füzetét összefirkálom, úgy fog majd kinézni, mint egy rém állok. Búgni fogok óra alatt, izegni, mozogni, és hangosan fogok jó sokat csuklani. Írás óra alatt mindig fölállok, mindenbe úgyis belekiabálok. Szünetbe száguldozok a folyosó föl le, papírzsebbig tépkedek, és leszorom a földre. A kukát földöntöm, a szemétbe turkálok, le, ezért majd sarkban állok. De ma akkor is rossz leszek, olyan rossz, mint soha. Fog majd csodálkozni az egész iskola. Árulkodni fogok, és bőrménye fogni, hisztizni is. Csak tudnám, hogy kell ezt csinálni. Krétákat apró darabokra töröm, ráfogom a patira, ezzel csak nagy öröm. Eldugom a szivacsot, lehet majd keresni, hogy fog mérgelődni a tanítónéni. Énekórán eszegetem majd az uzsolmámat, a kotta írás szolnyizálás igazán várhat. A táblához nem fogok azért csak kimenni, hiába hív majd a tanítóni. Elviszem a prismacimat mellém ültetem, vagy ezt nem osztassák? Nem tudom, töröm a fejem. Még sosem voltam rossz, ezért észre se vesznek. De jó annak a sok nagyon rossz gyereknek. A tanítók folyton beszélgetnek velük, lefoglalják őket, hogy ne legyen idejük a rosszalkodásra, meg semmi másra, csak a figyelésre és a tanulásra. Az a szörnyű karács dicséretet kap, ha semmi jót nem csinál, csak egyszer szót fogad. Én mindig jó vagyok, ma azért is rossz leszek, szeressek engem is úgy, mint egy rossz gyereket. És ti,
ti talán nem találjátok meg éjszaka a sötét konyhában az elhivatalmas rétest? Érdekes, az nekem semmibe kapni egy lenyet, vagy kikerülni egy vékony drótot a sötét szobában. Hogy csinálom? Óraban számon kiemelem az ultrahangot, az visszaverődik a tárgyakra, és én már látom is az előttem levegő akadály teljes alakját. Ilyen ügyes vagyok, az emberek mégis üldöznek, pedig nagy butaságot csinálok ki engem bán. Egyetlen éjszaka alatt 700 rovat, szúnyogok, vándorsáskát fogyasztok, de megeszem a rákcsálókat, az egeret, a mezői packot is. Tudod, hogy évettem mennyi gabonát meg gyümölcset mentek meg itt? Ha mondjuk egy rovar, egy egér csak 10 forint kárt okoz egy év alatt, és én bekapom. Tudod, hogy éventem mennyi haszom? Már számíts ki egyszer, ha be tudsz szorozni 7000-re, 365-tel. Egy biztos, az ember nem egy hálás állat, pusztít, ahol él. És ha véletlenül vettél vennék a szobába, sikítozni kezd, mert azt hiszi, hogy a hajában ragadok. Ragadjon az ő hajába a szomszédasszony meg a légypapi! Engem ne csapkodjon battal, én Magyarországon védett vagyok, nem úgy, mint Sós Bence, akit bármikor felképelhet az apja. Engem nem szabad bántani, mert fogom magam és kipusztulok. Aztán